Na jó. Amit most láttok, az egy AMD Duron Malajziában összeállított processzor. Természetesen, na így mutatom, vagy így, ez egy 462-es foglalat, amiben egy Pentium 3 erősségű AMD került bele helyezésre, és most azt fogjuk megcsinálni, hogy a műhelyben lévő összes alaplap, ugye, amit ott láttok fönn, abban mindegyikbe teszünk processzort, és rá is tesszük a hűtőt, mert hát ez a munka már szükséges. Természetesen a hűtő, mint olyan, ez nem az. Ez azért nem az, mert szerencsére nincs benne sérülékeny alkatrész. Nem látom ráírva, hogy ez melyik foglalatra való, természetesen én fejből tudom. Na, van egy vödörnyi hűtőm, de úgy csurig, tehát teljesen tele. Ez egy 478-as állat, természetesen erre most nem nagyon lesz szükségünk. Amire nekünk szükségünk van, az ő. Igen. Talán még látjuk is, hogy van rajta négy pötty. Ez azt jelzi, hogy valamikor ez is egy AMD Duronon volt. Egy valamire való Cooler Masterrel a fedélzetén. Hát van még mit kitakarítani belőle. Na, ott hullik lefelé a dzsuga. Nézzük csak. Ja. Amit benne láttok, természetesen az a lefogató, tehát ez a fül, és ez kerül majd beépítésre ide. Amikor elhelyezzük a hűtőt a processzoron, akkor mindig nézzük meg, hogy a hűtőnek szánt áram az egy. Milyen állapotban van? Tehát próbálom mutatni a szakértő uraknak, hogy hát a függőlegessel a legkisebb barátságban sincsen ez a három darab szak. Úgyhogy ezzel a dugóval, amit természetesen ide kell majd bedugni, ezzel majd meg kell igazítani ezt a dolgot, de először lássuk a hűtőt. A hűtő fölhelyezésénél mire kell figyelni? Például arra, hogy amikor föltesszük a hűtőt, a széles hűtő ne verje le azokat az eszközöket, amik itt vannak az ő hatósugarában, tehát eleve oda kell próbálni, mintha mondjuk már föltettük volna, és meg kell ellenőrizni, hogy a szélén az alkatrész nem verjük le. Hogyha ez megvan, akkor szépen fel is lehet tenni. Ennek van módja, ja, közben csináltam mobiltelefontartót. Ennek van módja is. Na, egy pillanat, mert közben itt ezt meg kell improvizálnom, hogy ez itt ne dőljön el. Lehetőleg kicsit jobban. Az egyébként a feladat, hogy megálljon egy helyre. Szóval szükség van egy ilyen készülékre, ami, így mutatom, egy lapos csavarhúzóról van éppen szó, és a lapos csavarhúzóval kell majd az elejét beleilleszteni a végéhez. Természetesen a világítás az egy nagyon fontos tényező lenne, de hát mondjuk azt, hogy nem az első alaplapom és nem az első processzor helyezésem. Mit felejtettem el? Igen. Két fontos dolgot is elfelejtettem. Ezt most csak úgy mondom nektek. Nincs rajta semmi. Tehát teljesen tiszta. És az ujjammal ugyan letakarítottam, de ez teljesen hibás. Tehát próbáljuk meg a ruhának, a pólónak az aljával, ami nem zsíros, letörölni a tetejét. Ez a hőátadó felület, ez a pici. És jól be kell kenni főzsírra. A főzsír az egy népies kifejezése, kicsit koszos lett a pólom. A főzsír az egy népies kifejezése a hőátadó pasztának, tehát a hővezető zsírnak, illetve a hővezető masszának. Semmiképpen sem zsíros szövetben kell ezt megtörölni, és mint látjuk, egészen jó tiszta lett a felülete. Nézzük a főzsírt. Na, van benne. Jó van. Kinyitjuk a flakon. Más
másik kezemre is szükség van, és természetesen főzsírok vannak benne. Na, lássuk a főzsírokat. Ez egy főzsír, amit éppen itt láttok. Egy nagyon-nagyon pici tégelybe. És bizony hővezető zsír. Ráadásul zalmanos. És ha jól tudom, a zalmanost azt én még nem is bontottam ki. Tehát kisindú bont van, de nem baj, kapsz egy CM-et, jó? Legyünk stílszerűek, tehát a Cooler Masteres ventilátor alá egy Cooler Masteres főzsírt fogunk tenni. Természetesen a következő módon először is kicsavarjuk a tetejét. Hogyha nem bírjuk a kezünkkel kicsavarni, akkor használjuk a szájunk nagyon erős fogsorát. Itt van. Na, és akkor szépen be is kenjük. Mindegy, hogy melyik oldalt kenjük először, tehát a processzort, illetve a ez az autofókusz, ez engem egyszer meg fog ölni szerintem. Úgy szokták ezt mondani a régiek, hogy sírba tesz. Áj, bakker. Csináljad már, ehe! Még mindig túl közel vagyunk. Na szóval, ez az, amit éppen látunk, ez a főzsér főrejezése. És amit látunk, na az a mennyiség. Nem több. Az a mennyiség. A kamerát visszarögzítjük. Ezt visszazárjuk. Egy. És a hűtőt, mint olyan, ugye bele tesszük az alaplapba. Két vége van. Van egy mozdítható vége, amiben nem fér csavarhúzó, és ebbe nem fér, és a másik végébe pedig a csavarhúzó belefér. Ide lehet bele süllyeszteni a csavarhúzónak a nyomó részét. Ugye világos. Tudom esetleg javasolni, hát ez ilyen multifunkciós dolog, tehát nem, az sem mindegy, hogy melyik oldallal kezdi az ember. Meg jó lenne, hogyha a masszát azt majd utólag kennénk el. Tehát valahogy így. Megnéztük a kicsi kondenzátort, és természetesen veszélytelen a művelet ilyetén végrehajtása, úgyhogy be lehet kapcsolni a, vagyis mondjam, hát a biztonsági övet. Halk kattanással jelzi, hogy ő már a helyén van. Ezt meg is mutatom, bocsánat a takarásért. Kicsit megfordítom, bár most még meg lehet fordítani. Tehát amit éppen látunk, hogy a hűtőnek a rögzítője a processzor foglalat közepén helyezkedik el. Természetesen olyan hűtők is vannak, aminek ilyen dupla fogója van, ott a két szélső fogót kell alkalmazni, nem pedig az egyetlen középsőt. A következő kép, amit látunk, természetesen már a beakasztott, és hogy mutassa meg, hogy be van akasztva, talán így, már a beakasztott véget jelenti, és ide volt betéve a csavarhúzó, mert itt ennek van egy ilyen kis helye. Amúgy ennyi. Most jön az a rész, hogy be kell kötni a helyére a hármas dugót. A borzasztóan rohadtul nem függőleges pálcikákba. Ez baromi vadállat módjára lett innen ki tépve valószínűleg. De fogalmam sincs egyébként, hogy mennyire van rendben a dolog. Na, szerintetek be van dugva korrektül? Hát merem remélni. Na, ennyi. Tisztelt hölgyeim és uraim, illetve srácok, mert videóimat mondhatnám hatalmas nagy szerencsémre, csajok nem nézik. Pedig ők is sokat tanulhatnának ezekből a videókból. Na, egyel készen is vagyunk. Úgyhogy ezt az egy videót ide, ezt az egy alaplapot így szépen föl patentoljuk a tetejére. Valahogy így. Ugye most nem láttok engem, de itt fent vannak azért még csodák, hogy őszinte legyek. És ezeket a csodákat fogjuk rövidebb. Mi ez?
Belehullott a vakolat. Bakker. Belehullott a vakolat az alaplapba. Úgyhogy fejjel lefelé le is tettük egybe. Hogy szépen kihújjon belőle minden. Ja, hoztunk rongyit. Rongy azért fontos, mert lesznek majd olyan hűtések, például ez a rézmagos állat, ami még fűzsíros. Tehát lehet látni rajta, ott még erősen ott van a hővezető zsír. Azt természetesen még le kell szedni róla. Nagy ilyetén történő megijedéssel. Ja. Hogy megpróbálom beállítani a kamerát, mert nem egyszerű. Nagyon finom ütögetéssel kiszedjük az alaplapból a vakolatot. Higgyétek el, az tényleg nem odavaló. Na, az a legutolsó, ami egy alaplapba szükséges, na az a vakolat. Na, ebben már benne van egy kettes celeron, mint azt nagyon szépen és jól látjátok a feliratból. Hát nagyon messze van a teljes tisztaságtól, és ez hiba. I mean, súlyos hiba. Úgyhogy a processzort kivesszük, és meg putszoljuk. Valamilyen úton, módon ezt meg kell putszolni. Először előveszünk a rongyikát. Annak van egy vizes vége, meg egy száraz vége. És... hát ez tényleg vizes, tehát... nem tudom, ezt láttátok-e, de azért még volt benne víz becsülete. És a zsírt eltávolítjuk róla. Természetesen a processzor teljesítménye nem növelhető a polírozással, azonban felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy a polírozás az nem arra való, hogy teljesítmény növeljünk. A polírozás az arra való, hogy a hűtési teljesítményt lehessen növelni. Ilyenkor a processzor hatványozottan veszélynek van kitéve, bármikor és bármilyen körülmények között megsérülhet a polírozás folyamata közben. Tehát nagyon drága processzorokat nem polírozunk. Na nézzük, hogyan sikerült a takarítási proceed. Ettől az autózumtól meg fog örülni. Nem lehet ám állítani, meg kell várni, míg magától dolgozik ez a buzi. Elnézést a csúnya szavakért, szóval szerintem jó lesz. Nem nagyon látni a kamera felbontásán, de jó lesz ez. Jó, ezen már nincsen zsír. Természetesen, amiről éppen nagyban szó van, az egy olyan alaplap, ami MPGA 478-as foglalattal rendelkezik. Remélem lehet látni a 478-asa. Bocsánat, csak lehajtom ezt a packot. Tényleg meg fog őrülni ettől az autózumtól. Hány másodpercnek kell eltennie, hogy dolgozzon már végre? Hú, bakker. Na végre, szóval 478-as B. Jó, és itt látjuk, hogy itt van ez az a sarok, ahol nincsen lábhely. Értelemszerűen a lábhely hiányát itt ez a sarok mutatja, tehát így kell belejezni a processzort, lehetőleg úgy, hogy a tetejét, amit már egyszer lezsírtalanítottunk, ne nagyon tapenoljuk agyon a kezünkkel. Most jön ugyanúgy a főzsír felvitel, mint olyan. Tehát erre a processzor és ugyanúgy a főzsírt föl kell hordani. Úgyhogy lássuk a mennyiséget. Az valamilyen... ja, a celeronok nem melegszenek annyira, mint a sima pentiumok. Ezt ugye nagyon-nagyon jól tudjuk. Azonban, ha túlhajtjuk a celeronokat, akkor ők képesek melegedni. Természetesen még mindig a záros határidőn belül. Közben próbálom visszatenni egy kézzel a kupakját a főzsírnak, hát nem egy egyszerű művelet. Jó, és hát jön rá a hűtő. A hűtő az még nincsen letisztítva, mert azzal még erősen el vagyunk havazva. De azért megkíséreljük. Nézzük a hűtő tisztaságát. Nem tűnik amúgy koszosnak a hűtő. Nagyon jó. Akkor jött a pici rongyika. Vizes fele, utána száraz fele.
és utána ugye a pólóval a teljes és maradéktalan áttörlés fogja jellemezni a műveletet. Csak a hőátadó részt kell áttörölni. Semmilyen más részt nem kell áttörölni, a többi természetesen eleve nem kap a főzsírból. Póló, ugye? Póló sarka. Mindig olyan pólót használjunk, amit nem a bulikra szoktunk munka vinni, meg hát nem díszpóló, hanem csak egy ilyen. Á, fölveszek valamit otthonra, hogy mégse olyan csúnyán nézek ki. Ezeket a karikákat nem én csinálom. Tehát ez már eleve így van bele köszörülve, borzasztó, bunkó és igénytelen módon. Hát egy gyári inteles hűtőt látunk, semmiféle tuning cél a megfogalmazásban nincsen, még egy picit azért törlünk rajta, nehogy egy csöbb zsír is legyen rajta. Ugyanis az ujjadról, illetve a bőrödről rákerülő zsír nagyban akadályozza a hő elterülését, tehát a főzsír használatát. Amikor a saját tükörképedet látod a hűtőbe, az helyesen van fölpolírozva, de amit itt látunk, hogy már dönteni kell a tükörképhez, na az a gagyizmus ne továbbja. Na, 478-as hűtő felhelyezése. Hűtőnek először is megkeressük a tápellátását, és hát nagyon jól látjuk, hogy az itt van, itt. Ezzel azért nem bántok olyan borzasztó ordinári módon az előző tulajdonosok. Szépen itt közben megforgatom a hűtőt. A hűtőnek van 4 karma, ugye látjuk ezeket a műanyag fekete vackokat. Így. Először rátesszük a hűtőt, és egyből látjuk, hogy a 4 karomnak van 4 ilyen pók szerű ilyen fogó szára. Ezeket szépen így bele tettintjük körbe, ugye mind a 4-et. Egy csattanó hanggal jelzi, hogy ő a feladatot el is végezte. Természetesen a tetején ennek a bütyöknek itt hatalmas szerepe lesz a végén, ezt majd meg fogom mutatni. És ezt szépen beletesszük mind a 4 bütyköt. Az első bütyök, amivel kezdtünk, mindig kiugrik. Tehát berak, 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 és mire ideérsz, megint ezt be kell rakni, és akkor lesz kész mind a 4. Eddig meg vagyunk? Most jön a fölnyomás. Ugye látjuk, hogy itt fölnyomom. És a másik oldalt ugye dettó. Ugyanerről van nagyban szó. Tehát megpróbálom megmutatni, hogy mennyit változik az odanyomás csak attól, hogy odarakom. Lehet látni, ugye? Na ennyivel került közelebb. Ezzel még mindig nem vagyunk kész. És ezt nagyon sokan elfelejtik. A készség, hogy te kész vagy egy adott procival, az azt jelenti, hogy megmozgatod egy kicsit, és ezzel eloszlatod a hővezető zsírt alatta. Ha ezt nem csinálod meg, akkor egyetlen pont össze fog tömörülni. Természetesen 2 kéz szükséges a dologhoz, mert egyen lerögzíted, másikkal meg kicsit megmozdítod, hogy a fém, illetve a réz központi része szépen eloszlassa a hő elvezetésért felelős zsírt. Na, azt tudom javasolni, hogy akinek nagyon sok ideje van, és esetleg türelemmel is el van látva, a vezetékét a hűtőnek, elnézést kérek, szóval a vezetékét a hűtőnek minden esetben csomózza így össze egy helyre, hogy ne menjen körbe, így körbe a processzor körül, mert hogyha esetleg hozzáér a forró fémrészhez, akkor sérülhet ez a vékony műanyag bevonata, és mint bevonat, az senkinek se tenne jót, hogyha az elkezdene itten füstölni, például az óriási túlmelegedéstől, mert mondjuk például ebben egy nagyobb teljesítményű processzor van. Jó? Tehát próbáljuk meg úgy megoldani a dolgot, hogy legyen jól összecsomózva, és ne érjen hozzá a fém részhez. Ide mellé simán be lehet tenni még a memóriát, stb. És nem ér hozzá. Na, úgyhogy ez a rész is készen van. Úgy, és akkor már kettő felprocesszorozott és hűtőzött alaplappal rendelkezünk, és akkor jöhet a third one, a harmadik, sajnos ez még mindig az egyik legkoszosabb. Azonban a legtöbb reménnyel kecsegtető alaplapom, mert úgy per pillanat ez az Astrok nevezetű deszka dupla memória ellátása rendelkezik, és az a nagyon szuper benne, hogy ide lehet SD-ramot tenni, ide meg DDR1-et, tehát amid éppen van.
Természetesen egyszer a kettő nem működik, és fel is hívták erre a figyelmedet itt a alaplapon, tehát egyszerre nem használunk DDR-t és SD-ramot, de ha van valakinek SD-ramélyes, azt majd nekem elküldenék. Kettő darab 512-es memória formájában, akkor azt így egy az egybe videbe is tudnám tenni, és szépen tudnánk haladni tovább. Na, menjünk csak erre. Az az igazán nagy gondom, hogy hát amilyen igényességgel az meg van csinálva, hát az tényleg már a felháborításnak a határait feszegeti. Hát felhívnám a szíves figyelmeteket, hogy amit itt most látni fogtok, az nem a szakszerű hő, zsír, illetve főzsír fölhelyezési eljárás. A főzsír fölhelyezésnek pont az a lényege, hogy a tetején legyen. Tehát nem körbe-körbe, hanem a tetején. Ugye szépen ugyanúgy, mint az előző esetekben le kell takarítani, esetleg felvehetünk alkalmazottat, aki megoldja ezt rendkívül kényes és borzasztóan idegesítő feladatot, hogy például levakargatni innen körülőle a hővezető zsírnak a maradékát, hát nem egy egyszerű feladat, mindjárt meglátjuk, hogy mivel lehetne ezt leoldani. Van nekünk a gyönyörű szép rongyikánk, ugye nem gyönyörű szép, de a feladatnak tökéletesen megfelel. Hát nem nagyon hozza le. Tehát amit éppen most láttok, azt szerintem így 6 éve itt szárad rajta. Nem nagyon volt ez még bekapcsolva sem. És hát nem osztja meg a rongyal a zsírját. Tehát nem akar dolgozni. Úgyhogy ezt ilyen művi egyszerűséggel elképzelhetőnek tartom, hogy ez ilyen kétkezi munka lesz. Mert hogyha ezt nem így csinálom, akkor nem érem el a kívánt hatást. Tehát a maga a főzsír az így rajta marad. És nem tudom, körömmel lejön. Nagyon finoman szólva, nem áll érdeklődése Origo pontjába, hogy én mit szeretnék itt vele elérni. És kutyák azok ilyenek. Mindig azt mondják, hogy wow. Nem mondanám egyébként, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy a processzor felületén a hűtő részt körülvevő főzsír eltávolításakor én semmiféle külső részt én nem fogok megsérteni, és a processzor ugyanúgy fog működni, ahogy az a szakmai újságokban leírtak szerint történik, tehát így üzemszerűen fog működni utána is a processzor, mert nem vagyok benne biztos. A tetején olyan szinten oda van már száradva a főzsír, hogy a felháborításnak a határait már eléggé durván átlépve, az idegsejti pályák bombázása a jelenlegi fő cél, és hát komolyan, olyan, mint a rágógumi, ami oda van száradva, tehát se a pólóra, se a körömmel vakargatásra, semmire ez nem jön le. És amíg ez a dolog innen nem jön le, lúg, nincs is annál keményebb vegyszer egyébként. Nehogy azt higgyétek, hogy a savazás az micsoda kemény dolog. Amíg nem láttátok a lúgot működni. Az kemény. A sav az marja a bőrödet, haver. A sav az marja, az habzik. De a lúg az átesik a kezeden. Amúgy. Az emberi nyál természetesen nem olyan lúg, amire most éppen egy szó volt, de nem jön le. Ez baszik lejönni. Ugyan teljesen finoman is, kultúráltan fejezem ki magam. Ez nem. Olyan erőfeszítéseket kell tennem, ami már az aggodalom határain kopogtat, hogy fog még működni a proci, ha így nyomom? Tehát nem tudom. A pólóval dolgozom, mert ott még nagyjából érzem, hogy mi az a határ, amit még lehet nyomni egy processzor felületén, hogy eltávolítsuk róla. Most hívjam rágó guminak, tehát nem tudom. Ez ilyen 40%-ból már lejött róla. A többi 60 az... És tényleg, itt van rajta. Jó, mondjuk nem nagyon látni, de tényleg itt van. És ezt addig kell csinálni, amíg van rajta még rágó gumi. Ugyanis ha egyetlen pici pöttyöt rajta hagyok,
és tételezzük fel, hogy ez egy ilyen hegyet képez, és ezért ezen a hegyen megáll a hűtő, és maga a processzornak a teteje nem fog hozzáérni a hűtőhöz, és például ott a hővezető zsír nem képes összekötni a két felületet, akkor megfő a procid és csá. Kuka. Lehet kidobni az egészet. Tehát nem valami nyerő. A hűtés nagyon fontos a processzornak. Vannak olyan processzorok, nagyon régiek, Cyrix-ok, P2, P1, talán még a 486-osoknak voltak ilyen gyengébb verziói, amik eleve a dobozra rá volt írva, hogy no heat sink required. Tehát nem kell hozzá hűtő. Most lelkes amatőrjeink ugyanúgy bekenték a tetejét hővezető zsírral, ugyanúgy rátették a hűtőt, és hűtötték a nem szükségest. Természetesen a processzornak nem árt, hogyha sokkal hidegebb, mint amihez ő szokva vagyon, de sem értelme. Tehát úgy tök jó, hogy van, azt így kb. Ennyi. Na, most már 80%-nál tartok, így hirtelen megindult a rágógumi lejövetel. Természetesen a széleinél nagyon durva. Most mondjuk, hogy odakozválás, tehát én nem tudom komolyan. Ez valószínűleg úgy történhetett, hogy a processzort kivették egy másik alaplapból, levették róla a hűtőt, és így ahogy volt, ezt így félredobták, hogy ez nem kell, mert lassú. Cserébe a rajta lévő főzsír elkezdett száradni. És hát egy olyan kemény kitimpánciát hozott létre a felületén, ami számomra egy kicsit talán érthetetlen, hogy miért kell nekem ezzel itt szenvedni. Persze azért kell szenvednem, mert van egy 462-es alaplapom, egy 462-es procim, és kész. Semmilyen más procim nincsen ez az alaplaphoz, és fordítva, ugye ha a procim működik és az alaplap nem, akkor nincs cserém. Tehát ez nem olyan, hogy én meghirdettem a nagy segíts, és küldjél 370-es alkatrészeket, és nekem itt a raktárban hegyekbe áll az alaplap, meg vödrösével hordják be ide a celeronokat. Nem így van. Tehát nekem nincsenek hegyekbe itt alkatrészek. Ez az 1462-esen van. Prociból is, meg alaplapból is, és kész. Nagyjából kezdek kész lenni amúgy ezzel a vacakkal. Csak... Ja, amúgy egy 800 MHz-es K2-ről van szó, csak... Mondottam, így belefűzöm a mondatba. Először használom a benyálazott, tehát a lúgos felületét a pólónak, és utána keresek rajta még olyan pöttyöt, ami valamennyire tiszta és nem zsíros, tehát nincs rajta se nyál, se főzsír, ugye? És megpróbálom azzal a tökéletesre visszapolírozni a felületet. Nagyjából kész vagyok, most megmutatom, hogy milyen munkát végeztem, hát légy szíves, ne tapsoljatok. Ennyi időbe tartott, mire leszántottam a tetejéről a barázdákat. Így néz ki. Nem tudom, mennyire olvasható a dolog. Ez egy AMD Duron K7800-as, természetesen a toll feliratot olvasom. A felső részt azt nem nagyon tudom elolvasni. De tudod mit? Nekem így jó, ahogy van. Természetesen itt is van lábhiány. Mindjárt látjátok ti is, milyen is az autofókusz végre elkezd dolgozni. Tehát itt, ezen a két sarkán felül nincsen láb. És az alaplapon is ugyanúgy természetesen van a két lábhiányos sarok. Csak megforgatom, hogy ti is jobban lássátok. És itt van a két lábhiányos sarok, mind a kettő itt van fönn. Szépen kifújkáljuk. Nem érünk hozzá a processzor közepéhez. Visszahelyeztük. Csak a kart nyomjuk. Főzsírt elővesszük. Kameratartó állványt felszereljük. Illetve beállítjuk, hogy ez... Jó lenne majd normálisabb állvány, mert ez nem nagyon akar működni. Jó. Na. A mennyiséget már nagyon jól ismeritek, de nem baj, attól én még itt ezt
Újra megcsinálom. Így. Kupak. Bocsánat, csak egy kézzel baromi nehéz a kupakot ráhúzni. Á, úgyse adja magát. Na, hogy ne. Na! Ez is rajta van. Na, ott tartottunk az előbb, hogy kell hűtő rá. Na most a 462-es... Bocsánat, az én voltam. Ez a zoom volt. Szóval a 462-es alaplapra a 370-es hűtő való. Nézzünk egy 370-es hűtőt. Na! Tessék! Csak hogy értsétek, hogy a P2-esnek, a P1-esnek mekkora hűtője volt, hát... lassan a hangkártyákon lesz ilyen hűtő. Na, mindegy, menjünk tovább. Na, itt van egy nagyon kultúráltnak tűnő. Ó! Oh! Matricás! Matricás! Mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy tilos a matricás hűtő használata. És ezt rendesen így gyártják, hogy rajta van egy ilyen matrica. Tehát ezt a matricát azonnal le kell venni. És természetesen ugyanúgy meg kell pucolni, mint egy bármilyen más. Na, öcsém. Mennyi vissza a tartóba, haver. Szóval ezt a hűtést hát meg kell takarítani, mert hiába teszik le gyárilag ezt a matricát, ez nem hűt. Ez legelőször is arra való, hogy a rajta lévő felületet, ami alatta van, azt megvédje a portól, meg a kosztól. És mindenki azt hiszi, hogy majd ez eleve azért van rátéve, hogy ez hűtés. Hát drága barátom, ez nem az. Ez egy rohadt matrica, ami rá is van száradva ráadásul. Tehát... véső. Le kell róla vésni akkor. Azért ezt meg kéne mutatnom. Na, ilyet se láttok valami sűrűn. Ezt valahogy a YouTube-on nem nagyon szokták mutogatni. Ezt hívják úgy, hogy ciki. Megmutatom, jó? Tehát amikor a hűtő, matrica teljesen nullára van száradva, és úgy néz ki, mint a vakolat, amit... ezt lehet hallani? Na. Haver, jól fog kinézni a gatyám. Természetesen nagyon-nagyon messze vagyunk a kéztől, és össze-vissza karistoltam a vésővel az alját. Természetesen a hővezető zsírnek ez a feladata, hogy a karcolásból eredő lukakat ő kitömítse, tehát jó lenne mondjuk, hogy ez a rohadt autofókusz visszajönne. És ti látnátok, hogy hogy karistolom éppen nullára ennek a felületét. Borzasztóan ezzel jön le róla egyébként. Tudom javasolni a 3000-es, 4000-es simaságú csiszoló papírokat, amiket a háztartási boltba ott lehet kapni. És azokkal az alját fölpolírozni ennek is, és a processzornak is, legalább egy minimális szinten. Tehát én most nem várom el azt, hogy így összekaristoljátok a hűtőnek az alját. Természetesen nekem annyi előnyöm van, hogy nagyon minőségi főzsírral dolgozom, tehát nem valami tucat áruval. Hogy tudom megmutatni, milyen munkát végeztem? Hát nagyjából így. Hát ennyi karcolás kellett ahhoz, hogy legalább a normál állapotba vissza tudjuk állítani. És természetesen még mindig nem végeztünk. Mert azokat a maradékokat, amiket a véső itt hagyott, jó, hát nem véső, hát egy ilyen csavarhúzó, lapos csavarhúzó itt hagyott, azokat el kell távolítani. Mert ez a legnagyobb gáz, amikor van egy tüske valamelyik felületen is elnyomja a másik felületet, és emiatt nem fog tudni hűteni. Ez a legnagyobb gáz. Nem tudom, hogy jó-e, csak gondolom. Tehát tényleg nem tudom. Nekem nincsen polírpapírom, mert ami volt, azt én elhasználtam. Ugye az rajta van az előző gépemen. Az i7-est már nem nagyon akartam polírozni, tehát
azt már minek? Jó, mindegy. Ezt egy picit azért még át törlöm, főleg a közepén, ahol az előzőek a hőt adták át. De nem tudom, szerintem már jól néz ki. Azért itt van még egy gyanús pont. Ezt még azért megnézem. De ez csak valami fekete maszat. Tehát nem egy folt vagy ilyesmi. Zsíroldóval, ilyesmivel nyugodtan neki lehet esni. A hűtőt leveszed róla, mert négy csavar tartja, nem valami nagy kihívás. Beteszed valami mosóedénybe, vagy a mosogatóba, amikor apád anyád nem látja. Szépen elmosod, többi, és utána teszed rá a... Visszateszed rá ugye a ventilátort, fölteszed rá a hővezető főzsírt, utána ráteszed az alaplapra is. Megfigyeled a kettő közti hűtési teljesítménynek a különbségét. Mert az van. Méghozzá nem kicsi. Na. Kezd alakulni a dolog. Persze borzasztóan össze van karcolva. De kezd alakulni. Jó lesz ez, haver. Jó lesz ez, haver. Na, a másik az már kész van, ugye, arra emlékszünk. Tehát a alaplap és a processzor az már kész van. Kicsit arrébb rakom. És ezért elkezdjük erre is föltenni a hűtőt. Ja. Örülnék, ha nem esnél pofára, jó? Az jó lenne. Ja, meg a hűtő fölézési irány. Ez a 370-es, meg a 462-esnek van egy ilyen széle. Ez egy ilyen centi sáv. Ott nem történik hűtés. Haha, de a processzoron is ott van a centis sáv. Tehát a centis sáv az ugyanarra kell essen, amerre ott. Tehát így, ugye teljesen világos. Ha fordítva teszed föl, semmiféle változás nem történik, mert a hűtési pont az ugyanaz marad, csak ott az a közepe. Tehát az hűt, úgy van megtervezve a hűtő, nem véletlen került ez így rá. Na, úgyhogy szépen rátesszük. Egy. És utána az ismert trükkel, a csavarhúzóval szépen be nyomjuk a helyére. Természetesen ennek is kettő vége van, és a csavarhúzós végét megpróbálom megmutatni, de egy kézzel ez nem fog menni, ezt már most tudom garantálni. Hang, halk csattanással jelzi, hogy bent van a helyén, és a csavarhúzóval lenyomható vége beakadt az alsó részbe. Még mindig nem vagyunk kész, amíg meg nem mozgattuk egy kicsit. Ennyi. Nem kell nagyon, de a mozgatás kötelező. Itt is ugyanúgy bekötjük a hűtést itt a szélébe. Elnézést, a kamera állvány érdelt, ez még mindig prototípus, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Úgyhogy szépen teszünk rá egy nagyívű csomót, tehát nem kicsit, hanem nagyívűt, és bekötjük az alaplapba. Ennek az a lényege, hogy semminek nem kerül útba, semmihez nem ér hozzá, és be van kötve úgy, ahogy kell. Természet, jaj! Mi a hiba ezzel a hűtővel? Drága kollégák! Na, ezt elvesszük innen. És megkérdezem tőletek, hogy ezzel a hűtővel mi a hiba? Ha még mindig nem jöttetek rá, akkor én majd elmondom. A merevítő fölül van. És ez azt jelenti, hogy valószínűleg ez szívja a levegőt róla, nem pedig ráfújja. A hűtő ventilátort valószínűleg majd fejjel lefelé vissza kell tenni, mert biztos, hogy fordítva van bekötve. De pontosabban becsavarva. Nem baj, egyelőre így marad rajta, most nem fog nekiállni ezt cserégetni. És ezzel is kész vagyunk. Úgyhogy a harmadik alaplap is megy a helyére. Remélem tanultatok ebből a három vacakból valamit. Aztán majd a később még jövünk vissza, amikor majd jön a többi alkatrész. Úgyhogy minden jót elosztunk.